valamikor ez a mozi gépésznek volt a szolgálati lakása, a mozi közel 10 év óta nem üzemel, nincs mozi gépész. Helyette viszont van múzeum, és nem is akármilyen. Egy rádiómúzeum, ami jelenleg Verőce egyik ékessége, a tárlatvezető pedig nem más, mint maga a gyűjtő és a tulajdonos is egyben, aki szó szerint az elektroncsöves rádiók megszállottja. Barátokkal, támogatókkal hoztuk létre, tehát az összes festés, vakolás, minden. Perneki Sándor eredeti szakmája szerint vezetékes távközlés technikus és bolti eladó. A rádiógyűjtés szenvedélye 2 évvel ezelőtt ejtette rabul, amikor az egyik ismerőse azzal a kéréssel kereste meg, hogy javítsa és tisztítsa meg az egyik rádióját. Láttam, hogy milyen szép ez a készülék, ott van az a Philips készülék, 1940-42 környékéről való készülék, és úgy gondoltam, hogy ilyen készülékek padláson hánykolódnak, ott mennek tönkre. Perneki úr kiállításán jelenleg mintegy 90 készülék tekinthető meg, a többi 200 egyszerűen helyhiány miatt került egy sufniba, és csak arra várva, hogy egy napon ők is megmutathassák magukat a nagy érdeműnek. Amikor egy készülékkel elkészülök, úgymond lakás tiszta állapotba kerül, netán még működik is, akkor jönnek ide, és a látogatók nézet kigethetik. A Verőcei Rádió Múzeumban megtekinthető készülékek mintegy 30%-a működik, a többi alkatrészhiány miatt nem. Általában a rádió gumiból készült darabjait kezdi ki az időfoga, de a kiégett elektroncsövek beszerzése sem egyszerű feladat. A hazai rádiózás az első világháborútól datálható, de akkor kimondottan katonai célt szolgáló eszközök voltak jelen a piacon, amelyekhez a lakosság természetesen nem férhetett hozzá. A nagy közönség számára kézzel foghatóan csak a 20-as évek közepétől lett elérhető a rádió. 25-ben inkább csak importkészülékek voltak, ugye 1925. december 1-ével indult a Magyarországi Rádió műsorszórás. Ugyan 23-tól voltak kísérleti adások, de a törvényi háttér, a jogszabályok meg egyéb dolgok, a akkori koncesszió 1925. december 1-ével tette lehetővé, hogy meginduljon a műsor sugárzás. Jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy az első 85 éven lassan túl vagyunk. Az első magyar készülékeket az Orion és a telefongyárban gyártották. De az idősebbek még ma is emlékezhetnek a Süssz, Nándor, valamint a Barta és társa rádiókra. Sajnos ezekből nekem nincsenek. Több kisebb cég volt, illetve volt olyan, hogy EKA, Engel Károly egyéni vállalkozása volt. Gyakorlatilag az EKA cég ez a mai napig él, Hofeka néven. Igaz, hogy nem rádiókat gyártanak, hanem egyéb villamosipari berendezéseket. A 30-as évektől aztán megjelentek a hazai piacon a külföldi márkák is. A Telefunken és a Siemens, amelyeket sok minden mással együtt az 50-es években államosítottak. Ezek is magyar munkásokat, magyar mérnököket alkalmaztak, tehát ők tervezték, ők gyártották a készülékeket. Tartós fogyasztási cikkeknek számítottak. Tehát számoljuk azt, hogy egy 1930-as évek vége fele egy munkásnak a bére, heti bére 15-20 pengő között volt. Abban az időben sok esetben egy egyszerűbb készülék 100-200 pengő volt. Természetesen azért voltak olcsóbb rádiók is. Például a Horthy időben gyártott Néprádió 48 pengőjébe került az állampolgárnak, ami lehetővé tette azt, hogy ne csak a legmódosabbak rádiózhassanak. Ha valaki készpénzbe ki tudta fizetni, akkor 43 pengőt fizetett érte. Annak idején ebből 45 ezer darabot gyártottak. A legtöbb készüléket adományba kaptam, kollégáktól, látogatóktól, folyamatosan érkezik. Gyakorlatilag nem egy esetben van olyan, hogy itt a kiállításnak a kapujába, hogyha zárva van, leteszik a készüléket. Most nagyon sok olyan készülék van, ami azért történelmi eseményeket is közvetíthetett, illetve sok-sok sporteseményt, amire emlékezünk. Azon már szólhatott, így van. De vannak itt a 30-as, 40-es évekből való készülékek, amin ugye a II. Világháború híreit hallgatták. Mialatt végignézem a tárlatot, Perneki úrtól olyan dolgokat tudok meg, hogy a 40-es években a vadásztölténygyárban készített Bakony nevű rádiókat nevezték később videóton rádióknak.
valamint azt, hogy az 50-es években gyártott Velence készülékek voltak első ízben varázs szemmel felvértezve. Hát amikor elhangolok, akkor elmegy. Amikor adón van, akkor teljesen összezárod, vagy lehető legjobban összezáródik. Ott, ahol a jövőre egyébként frissülő népszámlálási adatok nem indokolják a kisebbségi önkormányzat alakítását. És ahogy változik a jel, még egy picit tud vibrálni. A kerekeknél, kerektípusú csöveknél pedig az van, hogy ott, mint a lepke szárnya, nyílik szét, vagy záródik össze a varázsszem. Ez micsoda ez a hiti torony? Ez egy zeneszekrény, úgy szintén a 60-as évek elejéről való, 1960-ból konkrétan, lemezjátszót és magnetofont tartalmaz. Érdekessége, hogy ebben már vannak hangregiszterek, tehát a mostani equalizerhez lehetne talán legjobban hasonlítani. Sajnos ez a készülék sem működik. Az elmúlt 50 év alatt ugyanis teljesen berozsdásodtak a csontjai. Működőképes lenne, ha a skálahúrja nem lenne elszakadva neki.